Sziasztok! Szeretettel köszöntelek benneteket! Mai vendégem Cetele Győző, a Cetele Rentának a tulajdonosa, de nem emiatt fogunk győzővel most beszélgetni, nem ebből az aspektusból, hanem én győzőről tudom azt, illetve jó néhányan tudják már, hogy nagyon hosszú utat jár be az önismeret útján. Erről ezt fogjuk egy kicsit boncolgatni, néhány témára ki fogunk térni, köztük a hidegterápiára is, ugyanis most győző ezt gyakorolja, és szeretném, hogyha elmondaná azt, hogy mi is a hidegterápia, mi is az, ami, ami, miről szól ez az egész, kinek ajánlja, milyen előnyeit tapasztalta eddig. Győző, köszönöm szépen, hogy fogadtál itt a rentában, úgyhogy akkor vágjunk is bele, mi a hidegterápia? Először is sziasztok, üdvözlök mindenkit, köszönöm a meghívást a csatornádba. Hogy indult nekem ez az egész hidegterápia? az is egy önismereti út volt. Van egy, egyik ilyen keresztem az életben, hogy próbálom, próbálok minél inkább önmagam lenni, tehát az, aki én valódiból vagyok, és nem a minták, nem a programok, nem a maszkok, nem a színjátékok, hanem, hanem tényleg az igazi belső magomat megtalálni, és azt alkalmazni, a szerint élni a mindennapjaimat. És a hidegterápia az egyik táborba jött, egy kékhelet táborba, Hári vezetésével, már korábban is szemeztem, még pont Covid előtt szemeztem Wim Ő volt az, aki Európában újra népszerűsítette ezt a terápiát, mert ezt már évezredek óta csinálják a jogi mesterek is fönt a hegyekben. Úgyhogy magukra tesz csavarnak törölközőst, vizes törölközőt, mennek körbe, a havas mínusz nem tudom hány fokban, meg leülnek meditálni, megszárítják magukon a törölközőt, aztán teszik a másikat, és mindezt sima légző gyakorlat, meg vizualizáció segítségével. Tehát sokkal Jobban, nem durán ki tudják tolni a testnek a határait, amire képes az ember. És akkor Wim Hof e, Európába kezdte ezt újra, újra e, szokták ezt mondani, hogy nem feltalálni, hanem, hanem újra, újra megismerteti az emberekkel ezt a, ezt a terápiát. E, hát nagyon, de Bocsánat, kérdezhetek itt közben? Uh -huh. a, a, a jogik, most itt, most itt a, a tibeti dolgokról beszélünk, illetve onnan onnan jött ez a dolog, vagy, vagy, vagy tudjuk egyáltalán az eredetét, vagy csak úgy homályos dolgok vannak, hogy, hogy, hogy honnan ered? Mi, az első feljegyzések esetleg, vagy ott, ott történtek-e olyan leírások, vagy vannak olyan leírások, amik hitelesek, hogy, hogy igazából ezt miért találták ki, és, és mit, 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 mit szeretnének ezzel elérni? Igen, egy holland származású Wim Hof. Wim Hof? Wim Hof, w uh -huh. rá is lehet keresni, Wim Hof módszer, nagyon sok ö, irodalmat, meg Youtube videókat lehet találni ö, róla kapcsolatban, és ott elmagyarázza a lényeget. Van egy légző gyakorlat, amit előtte csinálunk, mielőtt bemenjünk a hideg vízbe vagy a jeges vízbe. Ajánlják azt, hogy előtte otthon egy hét, héttel már korábban minden zónázás után zolnyozzunk le hideg vízzel, Jussunk el 10-20-30 másodperc, egészen egy percig jussunk el. Ez teljesen csap hideg víz, tehát kinyitom a hidegvíz csapot, és amíg abból dől, oda kell jutni, tehát arról a hideg beszélünk, nincs hozzá meleg víz adva semennyi, vagy egy fokozatos, tehát el kell érni ezt a teljesen hideg El kell érni, tehát lehet fokozatosan, de a vége az, hogy, hogy legyen meg a teljesen hideg víz, uh -huh. és akkor ezzel kell jutni az egy percig. Tehát, hogy érdemes uh -huh. odáig eljutni. És az, az akkor a, a szervezet hozzákészül már ez a nagy sokhoz, mert ez egy nagyon nagy sok, amikor az ember bemegy egy jeges vízbe, és minden porcikányához hozzáér a hideg víz. A zuhanyzánál azért, hát ott is azért elég sok helyre, de ott el, nincs, nincs kibúvó. Uh -huh. És előtte egy sánunk ez a Wim Hof módszer, amikor van 30 mély légzés, tehát mély, elég, elég, elég intenzíven befújjuk meg kifújjuk a levegőt majd aztán kifújjuk teljesen, kint tartjuk egy percig, azt megismételjük, aztán másfél percig tartjuk ki. Ennek az a lényege, hogy oxigén csinálunk a vérben, uh -huh. tehát először ezzel a 30 nagy be- és kilégzéssel, és ahhoz, hogy, hogy a vérben ugyebár nagyobb legyen az oxigén felvevő képesség, azért csináljuk a légzés hiányt. Uh -huh. És hogy a légzés hiány van, elkezd dolgozni a szervezet, hoppá, akkor vagy meg kell tágítani, és több oxigént kell, hogy felvegyenek az erek a hemoglobinnak, ezt is uh -huh. sok után jobban kell nézni, most elméletről beszélünk, e, és akkor nő, nő a, a oxigén felvevő képesség, és akkor a végén pedig meg be, beszívjuk a levegőt, és azt tartjuk bent, és így több lesz a, az oxigén a, 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 vérben, és ez fog minket majd fűteni a hideg vízben. Aha, értem. És egyébként, a, tehát, mert a, én, az én tudomásom szerint a csapvíz általában olyan 4-5-6 fokos a hideg víz. viszont azért itt, itt, itt az, akár az 1 fokos vízbe vagy a vízbe vagytok bent, tehát, tehát teljesen nyakig, ha jól értem. Tehát, 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 elmerültök ebben a, ebben a hideg vízben, és ebben tartózkodtok egy megadott ideig, ha jól értem, hogy, hogy ha erről szól az igen, egyik igen, igen, része. Igen, tehát csak víz azért az lehet melegebb is a csövekben, akár 12-15 fok, jó, nem mindegy, hogy nyár vagy tél. De Miklás? hogy ez, 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 ez jó hidegebb víz, és elmerülünk, és akár teljesen, tehát lemenjünk a vízonál is, akár mm -hmm. tehát hogy akár be teljesen. és akkor az az érdekes, hogy ilyenkor mi történik, hogy ez egy nagyon nagy sok a szervezetnek, és akkor elkezd dolgozni, hogy visszafűtse a testet 36 és fél fokra. Tehát folyamatosan mm -hmm. 36 és fél fokon kell lennünk, ahhoz, hogy megfelelően működjenek a belső szerveink, meg ki ne mm -hmm. És akkor a tehát a véráram, vérkeringés nagyon felpesdül, az erek er, beszűkülnek, hogyha valakinek van valami, már irodalom, Ilyen betegsége, dakrandós betegség, vagy nem tudom, ugye, olyan sejtek, amik már, már nem jó, megfelelően működnek, akkor ezek a sejtek ilyenkor megfolynak, meg, meg leégeti le, ez a folyamat, és újra, tehát a, aktivizálja a sejt uh, burjánzást, tehát az, uh, sejt regenárol, sejt uh, a sejt regenerálódást aktivizálja az, az idegterápia. Újra születnek a sejtek, és, uh, és, hát, hogy testileg történik ez, ugye bár, meg ugye sport, és is ezt használják. Uh -huh. Akkor vettem a, a jeges kocsiból a jeget még nyáron, hogy feltöltsem a kádomat és belefeküdjek akkor mondta, nem nem lepődött meg ez az ice frost, nem tudom mi az, aki hozza a jeget. mondta, hogy ilyen sportolókat is szoktak tőle venni, ugyanígy a kádba beleteszik, mert sokkal gyorsabban regenerálódik az izom. Nem lesz izomnáz a sportolónak, előbb tud nagy, nagy teljesítményt leadni, tehát ezt ez, ez sokan ismerik. Tehát ez azt jelenti, ha jól értem, hogy, hogy a kádat megtölteni jéggel, jégkockákkal uh -huh. és belebújsz gyakorlatilag és elmerülsz nyaki vagy ameddig, uh -huh. tehát az egész testedben van, Igen. A, tehát egy kád jégben. Kicsit olyan, mint a tökéletes katonába Vandám, amikor regenden ő is jeget kért, de, de e, és, a, és ez mi van az ízületekkel? Tehát nem bántja ez a hideg az ízületeket? Tehát a, 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 te nem éreztél semmi olyat, hogy, hogy, hogy fájt érdet, fáj a bár, fáj bármi ilyesmi? Tehát negatív hatása nincsen ennek a hideg soknak? Nem, nincs, nincs. Tehát, hogyha az ember betartja a szabályokat, tehát egyrészt a légző meg a fokozatosság elvét, Uh -huh. Meg az, hogy persze kimerülten, hogy az ember egy órát alszik, és a fáradt, és úgy megy merülni, az, az nem tesz jó. Tehát, hogy legyen az ember kipihent, csinálja a légző gyakorlatot, ne legyen beteg. Bár még a betegségre is jól hat. Tehát ilyen így 70-80 százalékban, hogyha pont akkor indul el egy megfázás, akkor az, az meggyógyítja. Pont most Zimány András is most, posztolt egy ilyen videót, hogy éppen jött rá a betegség, bement egy 7 percre a háromfokos vízbe, és utána, utána elmúlt a, a kiinduló influenzája. Azt a minden. De akkor majdnem egy picit, picit, olyan, mintha egy ilyen... Um, tehát olyan rég elfeledett, de most újra felfedezett gyógymód, ha ezt nevezhetem gyógymódnak, ami, ami uh, gyakorlatilag nagyon-nagyon uh, sok mindent meg tud, uh, úgymond helyre tud tenni az emberben, testileg is, de egyébként ez hat másra is, tehát, tehát akár a, a test-lélek-szellem van, tehát, hogy, hogy valószínűleg ennek az egységnek az erősítésébe is segíthet szerinted? Persze, hogy ne. Tehát egyrészt, hogy sokkal erősebb lesz az immunrendszer. Én három éve találtam rá magára a hidegterápiára, illetve a hidegnek a szeretetére, mert utáltam hideget. Tehát, hogy én is úgy szocializálódtam, anyukám így túlféltett, túlölt sose tapasztalta meg a testem, a, a bőröm nem tapasztalta meg a hideget. Tehát egyből ott volt hogy kimentem, mindig ilyen 25 fokba voltam tartva, vagy 30-ba. Is, és az a fontos, hogy maga a bőr tapasztalja meg a hideget. Tehát, hogy az, jó, az is már jó, hogy az ember nem tudom kimegy egy vékony pulcsiba télen, de az az igazi, amikor teljesen az érintkezik a hideg levegő a bőrrel, vagy a hideg víz a bőrrel, mert akkor indulnak be azok a folyamatok, az önfűtő folyamatok, mert ahogy, ahogy nem érzi a test, hogy van rajta a ruha, és szabadon érintkezik a külső a környezettel, akkor, akkor viszont érzi, hogy már nincs kács, mert ezt muszáj magát elke, elkezdje fűteni. És akkor beindul ez a belső fűtés, a belső tűz. Uh -huh. és, és tök más folyamatok kapcsolnak be olyankor. És hát mondom, azóta egyrészt nem fáztam meg, nem volt se vírusos, sem bakteriális ilyen fajta betegségem. Amióta ezt alkalmazom, Amióta ezt alkalmazom, ez uh -huh. három éve. Uh -huh. uh, jó, a Covid az más, voltam Covidos, de az egy teljesen más betegség, az nem egy megszokott uh -huh. természetes dolog. Uh, igen, és ami miatt csinálom, és ez a lényeg, <coughs> amit mondtam, a lelki fejlődés, tehát én álltam a dolgokat így a lelki, lelki oldal miatt kezdem el, amíg fiatal vagyok, hogyha már 50 fölött lennék, lehet már fontosabb benne az egészség, de több függetlenül ezek egészséges dolgok, csak nem azt a oldalát fogtam meg a, a dolognak, hanem azt, hogy bemegyek a vízbe, és egy másik tudatállapotból akarcsol. Tehát először persze, baramiszar és ezt, ezt, aki még nem tapasztalta, nehéz annak elmondani, csak azt tudom mondani, hogy hogy ebbe benne kell lenned, hogy átél, tehát mindenkinek ajánlom, hogy próbálja ki. Ez egy, pff, ez egy katarzisos élmény, tehát így... Most arról beszélünk, akkor bemegyek a jéghideg a a vízbe? Jéghideg vízbe bemész, igen, igen. Tehát először a szervezet így, így nagyon kellemetlen, az ego azt próbál minden áron kivinni onnan, hogy ez örültség, ez, ez nem gondoltan át, ez baromság, neked ez nem jó, nem tesz jót. Nagyon rossz, és akkor eltelik egy perc, és akkor kezd hozzászokni a szervezet ehhez a vízhez, akkor bekapcsol mindenféle folyamat a testben és akkor ott történik egy ilyen tudatszintváltás is, és akkor emiatt is csinálják. Tehát aki ezt kipróbálja, nagyon sok ember utána rendszeresen űzi ezt a sportot, De... úgymond mondhatni uh -huh. ezt. Igen, és hogy, hogy az, hogy a hideg, az a sok működést a testben, hogy ugye, a, tehát ilyenkor megváltozik az értékrend, a test azon fog dolgozni, hogy ne halljon meg, ne, ne hűljön ki a, a szervezet. Uh -huh. és, és olyan sok folyamatot belasít, és, és az érdekes, hogy a gondolatokat is belassítja, Uh -huh. Megtisztítja, tehát leégeti, így ki, ki, kiüti. Tehát ez egy nagyon erős, egy gyors lift, így a, a meditációban, vagy a, a lelki fejlődésben. Hogy így azonnal, mi a meditációnál megpróbál koncentrálni arra, hogy ne legyenek gondolataim, és mindig visszajönnek a gondolatok. Bemegyek a jeles vízbe, és így pam, kiüti, és így ó, teljesen visszamegy a figyelem a testbe, uh -huh. érzékelem a hideget, semmi nem fog akkor gondolkozni azon, hogy mit kell holnap csinálni, vagy holnap tegnap. Amikor bemész már a víz, tehát megvoltak a légzőgyakorlatok, ugye ez a folyamat, a légzőgyakorlatok megvoltak, minden be a vízbe, és ott van egy maximum idő, amit ott el lehet tölteni, tehát, tehát ez maximumizálma van. Lehet, hogy már említetted, de akkor kérlek, mondd már el még egyszer, hogy ezt Ja, hova. még nem, egy, egyénenként más. Egyénenként más? Hogy mennyi időre megy Honnan be? tudom, hogy nekem, nekem mi a jó? Vagy meddig a jó? Be belső üzenetként be Belső üzenet. Tehát az, az érdemes az egót, tehát aki a komfortzónába akar tartani, meg a testnek az üzeneteit, mert először az egó be fog kapcsolni az első egy percnél, de utána, hogy az ember hagyja, akkor ez kikapcsol, teljesen az egó folyamat, és az ember isteni énnel fog előtérbe helyeződni. Uh -huh. És utána egy idő után már fog szólni a test, hogy már így érzett, érzett az ember, elkezd remegni, meg érzi, hogy kellemetlen, akkor már kijöhet. Tehát így kezdőként ilyen 3-4 percet, azt simán, azt javasolják is, még akár a jéghideg vízben, tehát a jeges víz. 3-4 percet? Három-négy uh -huh. 3 uh -huh. percet, az, az, bőven, sőt, most hogy voltam uh, új, újoncokkal is, és sokan a 7 percet volt, aki 10 percet is bírta. hogy kellően elvontuk a figyelmét, hogy ne a rossz érzése figyeljen, uh -huh. ne adja föl. És, uh -huh. uh, és kijött, utána mi csináltuk a visszamelegítést, és nem, nem lett rosszul, nem fázott meg, nem volt másnap tüdőgyulladása, nem fájtak az üzletei, tehát hogy akár még 10 percet is, még kezdőként is ki lehet bírni, nyilván akik már, már régebb óta csinálják, az meg fél órát is bőven. Uh -huh. Sőt, hát a Wim Hof, ő, 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 ilyen két órát is volt jég, jeges verembben. meg most van, egy csávó, aki van egy úri ember, aki most világrekordot döntött, hogy valami több mint három órát volt teljesen ilyen veremben, ami még hidegebb is, mint a hideg víz, mert hogy ég a szilárd halmaz jobban le lehet hűteni, uh -huh. mint a vizet. Uh -huh. úgyhogy, úgyhogy bőven, tehát három-négy perc kezdőként, vagy hét percet, az, az, szinte vár ki. Uh -huh. um, és igazából, tehát van egy, említetted, hogy van egy katarzis élmény mindenképpen, tehát, pozitívunk tehát ami, amit fog, tehát úgy, ér, él, úgy éred meg. Hova viheti -e az embert szerinted? Tehát van itt, van, itt egy, van itt, egy, folyamat, hogy, hogy most tudatilag próbálom megfogni a dolgot. Tehát, hogy, hogy szerinted elvihet el akár a kapuba is? Tehát, tehát a, a kapu alatt most tudod, azt értem, amikor ott állok már, amikor már igazából vagy átlépek, vagy nem. nem. Nem, az örök létbe, hanem, hanem a, a teljes tudatosság szintjére. Tehát, tehát szerinted ez a, ez a, módszer ez alkalmas arra, hogy, hogy odáig, odáig eljutasson, vagy akár át is lökjön, úgymond, ha most mondhatom ezt a szót. Igen. Igen. Igen, ez egy... <laughs> ez... Igen, mondom. Csak iszok. Szóval egyénenként más is más, mindenki más tapasztal meg éppen. Hát, ahol épp tart a lekifejlődésében, a, a abban fogja segíteni, és ott lesz mindig egy lépcsőfokat ad. Uh -huh. Tehát, hogyha valaki már tényleg a kapu előtt van, és, és még nem csinálta idegterápiát, annak lehet, hogy pont az fog segíteni. Uh -huh. De sokan nem tartunk ott. Nekem abban segített, tehát, hogy nekem ö, sokszor elnyomom a személyiségemet, nekem ezzel van dolgom, tehát azt, aki én valójában vagyok, és és ezt tudat alatt van, és nem veszem észre ezeket a folyamatokat. Szeretném, de nem látom. És ez a terápiában segített, hogy lelassította a gondolataimat, és, és, és észrevettem a tudatati folyamatokat. Tehát láttam az, ami tudatalan történik. Uh -huh. amiatt nem kell mondani, de nagyon sokan azért uh -huh. nekem a családítás pszichológus, stb., hogy olyan azokat oldja, vagy valahogy valahogy ráhasson azokra a dolgokra, amik, mgyanbár, amik nem tudatos folyamataira, és ez például tök jól látszódik egy ilyen hidegterápián, egy ilyen hideg uh -huh. sok hatására. Uh -huh. És miután látom, utána tudom ezt irányítani is. Értem. Jó, van-e ellenjavallat? Ellenjavallat. Van -e, tudsz -e olyan, van -e olyan információt, hogy ki, kinek esetleg, ki az, aki esetleg nem használ? Bár mondjuk, mondjuk, valaki mondjuk a videó alapján, ú, én ebbe belekezdek, és a leírás, videó leírásban megkeresem a, az információkat, mert nyilván azt közé fogjuk tenni. Tudsz olyat esetleg? Van olyan? Vagy az úriember, holland úriember írta olyat, hogy ki az, akinek nem, nem ajánlom. Tehát egyedül tehát mindenkinek ajánlják, tehát még kortól függetlenül származás, hogy legyen az, az egy orosz em, úri ember, vagy legyen akár egy, egy afrikai, tehát bárki, mindenkinek ajánlják, bármilyen szervezet képes adaptálódni a hideghez, uh -huh. tehát nem, nem genetika, nem DNS kérdése, korosztálytól függetlenül is, sőt, még az idősebb korosztály, még, még nagyon sokszor még látni, hogy ők felfedezik, és, és főleg kor már fontosabb az egészség, és ők még sokkal aktívabbak, mint a fiatalok ebben. Uh -huh. Egyedül egyedül csak annak nem ajánlják, akinek le van gyengül az immunrendszere. Hát akár már egy, egy, nem, egy nem egy épp kialakult, tehát nem egy épp kialakult betegségről van szó, hanem akár már régebb óta valami nem tudom milyen betegségben van, és gyenge az immunrendszere, akkor annak nem ajánlják, de ezen kívül mindenkinek. Uh -huh. És a, segíts egy kicsit, hogy a úgymond hagyományos orvoslás, a fejérköpenyes orvoslás mit szól ehhez? Van-e arról információ, ő, ők ezt támogatják, vagy van esetleg olyan orvos, aki, aki, vagy van -e arról információt, hogy van -e olyan orvos, aki mondjuk ezt kifejezetten ajánlja esetleg, vagy, vagy nincs erről, erről nincs jelenleg? Hát ellen, ellen ez is semmiképpen se ellenzik. Tehát nem olyan, mint a homopátia, uh -huh. nincsen így a orvosi kamerának ezzel ellenjavaslata. Olyan orvosok, akik erre így rájöttek, hogy ez jó, azok, azok külön a pacienseinek ezt ajánlják. Uh -huh. De hogy ez nem egy ilyen, egy ilyen És ehhez nem kell, való dolog. Ehhez nem kell ellenőrzött körülmény? Tehát, ugye? De ja, igen, igen, hogy már erről tartunk, de ezt, 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 ezt társaságban ajánlják ezt. Ne, hogy az ember, tehát ne egyedül menjen be először az ember a jeges vízbe, uh -huh. hanem ott legyen ott valaki, főleg, aki már ezt csinálta. Tehát látja a kísérője, hogy esetleg rosszul van, akkor tud abban segíteni, ki tudja őt vinni, stb. Hogy esetleg olyan is előfordulhat, hogy valaki beálljon. Már én ilyet még nem láttam az elmúlt három évben, meg rendszeresen uh -huh. járok merülni, de hogy mindenképp jó, hogyha van ott valaki. Mellette. Tehát, Aha, hogy ezt értem. Tehát nem egyedül, csoportban is lehetőleg legyen olyan gyakorlott ember, aki nem egy vagy két hete kezdte el ezt az egészet, hanem mondjuk egy olyan, olyan mint te, például, aki, aki gyakorlatilag három éve hmm. tapasztalja ezennek a jótékony hatásait, ezáltal a tapasztalatod által e, tudsz segíteni, az, át tudsz segíteni az embereket bizonyos krízis helyzeteken, akár hogyha, hogyha ott vannak körülötted is, mondjuk együtt, együtt mentek ha De. jól értem, meg van már egy tapasztalat. Igen, szívesen segítek, amúgy magát a hideg vízterápiát azt másfél éve kezdtem, a hideg mm -hmm. terápiát kezdtem három éve, tehát először hogy Á, csak a hideg, hideg levegővel találkoztam, egy, egy meditációnak köszönhetően, kimentem egy barlangba meditálni, teljesen egyedül, egy teljesen sötét barlangba, hogy szembenézzek a sötéttől való félemmel. Am... Itt Magyarországon tetted ezt? Itt Magyarországon. Magyarországon, Igen. Mert hogy ott teljesen, tehát halálfélem volt, halálosan féltem a sötétből, meg az ottani szellemek, amik ott lehetnek, meg nem tudom és teljesen egyedül, teljesen sötétben, teljes csöndben, csak én és az elmém, tehát semmi más nincs ott, semmi uh -huh. más ingel nincs ott. És hát az fél óra után azzal, azzal, kellett, hogy szembesüljek a gondolatok mellett, meg a félmek mellett, amik már egy egész jól próbáltam kezelni, hogy hideg van. Tehát valamire uh -huh. hideg volt egy barlang belsejében, tehát ilyen most múltkor megmértem 8 fok. És hát nem úgy készültem ruhában, mert nyáron mentem, nem tudtam, hogy 8 fok lesz egy barlangba. És hiába, hát alul voltam öltözve, és hogyha az ember egy helyben áll, és meditál, tehát meditálós ülésben van, akkor nem mozgatja még a szem, öldökét sem mozdítja meg, és emiatt nagyon lassul a, 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 az, az, ember, a vérkeringés, és a szíverés, és, és elkezd szűrni a test. Győz, ezt úgy képzeljem el, hogy gyakorlatilag kinéztél egy barlangot, ezt most, hogy magattól találtad meg, vagy valakit ajánlottál, ez most nem is annyira fontos, vittél ülő alkalmatosságot, ahol le tudsz szűrni, tehát egy meditációs pózba le tudsz ülni, egyenes gerincsel szépen, ahogy az kell, és, és elkezdtél meditálni. Igen, igen. <coughs> hát voltam egy táborban, egy a természetgyógyász tábor, és ott volt egy vezető, egy túravezető, és ő mesélt a pálosokról, mert ott hmm. van egy pálos Rends. rom, ott a telekibányán. És, és mondta, hogy az, az, volt még régen a beavatás nekik, hogy három napra vagy barnakba lementek, enni-inni való nélkül egyedül, vagy elásták őket, vagy, vagy egy kamerába uh -huh. betették. És akkor a és ne őrüljön meg, és hogyha ez megvolt, akkor megvolt meg az avatás. Uh -huh. És ez nekem annyira vonzott, annyira hívott belül, hogy nem, ezt meg kell tapasztalnom, hogy tényleg itt vak sötétben, meg tök egyedül, meg ott. ezt muszáj megtapasztalnom. És akkor mondtam ennek a vezetőnek, hogy ezt szeretném, és adott lehetőséget, kinyitott a barna kapuit, elmondta, mit kell csinálnom, és aztán ott hagyott négy órára. Uh -huh. És akkor fél óra után nem, már nem a gondolataimmal voltam elfoglalva, hanem a hideggel, ami teljesen már más szinte csonti, csontomig halató, tehát annyira fászom, amire megtem, és közben nem akartam ott hagyni, nem akartam azt a négy órát megszakítani, végig akartam ezt valahogy küzdeni. Úgyhogy különböző ilyen meditációs, meg különböző vizualizációs gyakorlatokat csináltam magamtól, elképzeltem, hogy tengerparton vagyok, hogy jön a, a, a napból süt a nap, hogy melegíti a testemet, jön az energia fentről és, és az hűt engem, és akkor nagyon koncentráltam, pár másodpercig éreztem a meleget, majd utána újra hideget éreztem, és ez változott, és, 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 te csak azzal voltam elfolva, hogy, hogy meglegítem magamat, majd jött a, jött a, igen, a, a, jött a manó, így hívják ezt a, ezt, ezt a, vezetőt, és nagyon megörültem, hogy messiás, hogy hú, hála Istenek, végre kimeltek a melegbe. És kijött, és akkor mondtam, hogy mennyire fászam, mennyire rossz volt ez az egész, és akkor hogy nem, 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 jött semmi gondolat, tehát hogy belülről nem tudtam úgymond csatlakozni a -e szellememmel, vagy Istenhez, én valami ilyesmire vártam volna, mert nem tudtam egyszer, annyira el voltam fogva a hideggel, nem, nem, tudtam semmi másra figyelni. Mm -hmm. De végül is viszont azzal jelenben voltam, és akkor mondta, hogy, hogy igen, de hogy a hideg csak egy gondolat. És akkor, aha, jó, <síthat> Lehet hogy, ne, lehet, hogy a 20 éve a meditáló jogiknak fent a hegyekben az is én nem azon a szinten vagyok. Tehát én itt napi 12-20 órában forgatok, meg itt a rentát, a vállalkozásomat, hogy vagy nem vagyok azon a szinten. És akkor itt csak mosolyogott. És akkor sétáltunk le az erdőben, majd eltert három hét. És az aznap szinte, aznap is ki, az már ilyen, igen, mert pont a nyár vége volt, már jött az ősz, és pont egy hűvösebb nap volt, már lehelettünk is, meglátszott a levegőbe, mindenki sál, sapka, vakancsba volt és kimentem forgatni pont egy erdőbe, és, és azt vettem észre, hogy megszűnt a... hogy másképp kezdtem el érezni a hideget. Tehát minden megszűnt, minden előjel, negatív előjel a hidegről. Tehát nem, nem volt olyan gondolatom, hogy az rossz, hogy attól megfázok, megbetegszek, semmi, se, tehát teljesen semlegesen érintkeztem a levegővel, a hideg levegővel, minden előjel nélkül, se jó, se rossz. Tes, oh, amilyen valódi volt a hideg, úgy éreztem. És azt éreztem, hogy jó hogy csak új érzés, hogy hozzáér a sokkal, hideg levegő a sűrűbb, sokkal sűrűbb levegő, hogy simogatja a testemet, hogy azt, ez nagyon érdekes érzés. Na most is liba bőrözök, annyira jó volt, és kimentem pólóba, rövid a többiekhez, akik meg tökre be voltak költözve, és azt éreztem, hogy élvezem ezt, a, ezt az újfajta érzést. Meg az, hogy nem fázok meg. És akkor villanta, és egész nap úgy voltam, és akkor villant be minden, amikor anyukám mondta, hogy öltöz fel, meg fogsz fázni, akkor mondta, nem tudom, ovon önél, vár, apukám meg fogsz fázni, és addig mondogatták, ez egy, ön, ez egy hipnózis. Tehát hipnotizáltak, csak nem biztos, hogy jó irányba. Tehát, hogyha annyira erősen hipnotizálják a gyerekeket, meg az embereket, hogy valóban megfáznak két-három perc után, hogyha kimennek egy pólóba télen, mert elhiszik. Viszont ott a meditáció által, a baramban minden negatív gondolatot kivedít magamból, kiégetett a, a leghátsó nem tudom, tudatalatti részeimből is kiégetődött, és ez megszűnt. És annak kezdve volt az, hogy hideg bírtam, sőt szerettem, és nem fáztam meg, azóta se, és, és, megkedveltem. És akkor utána még másfél éve később találkoztam ezzel a hideg vízzel, ami meg még nagyobb élményt adott. Hú, szép történet. Oké, győző. van -e, a hidegterápiában van egy tovább lépés? Vagy egyszerűen ezt az ember, te mit javasolsz, hogy folyamatosan gyakorolja ezt az ember, időközönként kell gyakorolni, vagy hogy, hogy kell, mondjuk egy, hogy kell magát az embernek ezzel? Tehát heti egyszer, kétszer, vagy minden nap érdemes csinálni, vagy, mit, vagy, vagy, te mit javasolsz? Hát minden nap. Minden nap? Minden nap érdemes, nyilván, hogyha hát a legjobb a természet, kimenni, uh -huh. mert ott nem csak idegelt találkozik az ember, hanem a természettel, a természet energiáival tök más. Főleg, hogyha nem is álló vízben van az ember, hanem folyóvízben, egy patakban, az még sokkal nagyobb élmény az élő vízben lenni. Uh -huh. És nagyon kimos, nem csak az embert mossa meg, úgymond így testileg, hanem, hanem energetikailag is kimossa, mint ahogy ilyen kristálygyógyászatot is tanultam, ott is a, a, egy új kristályt, amikor programoznak előtte folyóvízbe kell kimosni, uh -huh. vagy lemosni mosni, energetikailag kitenni a napra. És ott ez minden van, tehát ott, ott ilyenkor, ugyebár a folyóvízbe mártózzunk, utána kimenjük a napra megszárítkozni, illetve picit kocogunk, visszamelegítjük magunkat, és hogy energetikailag teljesen megmossa az embert. És nem mit akartam mondani? Mikor érdemes? Nyilván, az, hogyha az ember Buda, tehát városi, nem tud kimenni minden nap patakba fürödni, akkor otthon ezt tudja csinálni a hideg zuhanyjal is. Én ezt mm -hmm. minden nap végzem. Mm -hmm. uh, Reggel este, vagy, vagy ez teljesen mindegy? Hát amikor az ember zonyzik, hát érdemes reggel, mert akkor erőt ad az embernek. Ja, azt nem mondtam, de hogy nagyon nagy -e belső erőt ad maga az a hidegterápia. Tehát azt érzed, hogy az erővel is a tertonát túl a tizenetes házakat. Tehát iszonyatosan sok erőt ad, úgyhogy érdemes nem feltétlenül ez lefefésre az ember, akkor egy óráig nem fog tudni elaludni. Tehát ez, ez olyan, mintha letolnod, nem tudom, 10 kávé, 10 energitalt, úgyhogy ez egészséges, az viszont nem feltétlen. Tehát ezért reggel ez nagyon jó ezt, ezt csinálni meg az, hogy, hogy ez így kitolja az egót is, tehát az, hogy ami nekem, mondom, küzdök én a gátlásokkal, ilyen elfolytásokkal, stb., ez mind kijön, meg a stressz mind kijön, és kinyílik az ember, és, és ilyen laza, a könnyed lesz egész nap, és energikus. Uh -huh. Ez nagyon jól hangzik. Tehát, hogy, hogy érzedik, ahogy beszélsz, hogy, hogy abszolút hiteles vagy, tehát, hogy, hogy, hogy tényleg a gyakorlat beszél belőled. Um, József, nekem nagyon, nagyon, nagyon úgy tűnik, hogy a hidegterápia egy, egy remek gyógymód arra, hogy az ember testileg és szellemileg is karbantartsa magát, sőt, a, az átlagnál e, talán magasabb szintre is vigye az embert. Um, Érdemesebb vegyíteni valamivel ezt a, a hidegterápiát, vagy ez önmagában egy teljes e, e, folyamat, úgymond, vagy a, vagy a, vízben való meditáció, mert hogy a jogiknál említetted, hogy ők gyakorlatilag ott a vizes ruhát, tehát ott elkezdtek meditálni, tehát a keresték a gondolat nélkülisége állapotát, hiszen a meditációnak ez a lényege, hogy, hogy, ne legyen gondolatunk. Tehát meditál az ember közben, és, és gyakorlatilag, amikor a test jelez, vagy kap belső üzenetet, akkor meg abba hagyja az ember, és, és akkor mondjuk kijön a vízből. Ez lenne a folyamat? itt, tehát a meditáció az, az, az ugyanúgy része, mint az, hogy benne vagyok a vízben. Igen. Érted? Abszolút. Tehát, hogyha mivel lehet vegyíteni, mi ezt mindig összekötjük a meditációval, tehát a légző, légző meditációt csinálunk előtte, de uh -huh. bent a vízben is a légzésre figyelünk. Tehát, hogyha lehet, jó van, úgyhogy társaságban megyünk is, és elkezdünk beszélgetni. Uh -huh. de, de mindig jó, hogyha van egy pár perc olyan része, amikor nem beszélgetünk és befele figyelünk, uh -huh. és, a, és akkor figyelünk és csináljuk meditációt, vagy légző meditációt, tehát ez mindenképp jó ezzel, ezzel keverni, mert így tudunk kapcsolódni önmagunkhoz, tudunk kap, kapni információkat, üzeneteket is a belsőnkből, uh -huh. mint ahogy én is szoktam, meg főleg, hogyha egyedül megyek, akkor még jobban tudok, akkor nem másra fog figyelni, meg jobban is fel tudom venni a kapcsolatot a természettel, a víz által, ugyanis akkor nagyon erősebb lesz az élmény. Tehát az is megyünk természetbe kirándulni, látjuk a természetet, ott vagyunk a fák alatt, érezzük a, 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 friss levegőt, érezzük az illatokat. És ez mind megvan a víznél is, csak itt még a testünk is érzi teljes, nagyon, nagyon intenzíven fogja érezni a természetet, és, és, ilyenkor én, én ott tényleg még van, hogyha bele is iszok a vízben, hogy nagyon, szép, nagyon friss, nagyon szép, nagyon tiszta patak, vízbe vagyok, belül is is és belső külsőleg, külső, hogy átérzem, hogy egyével a természettel. És olyankor szoktam is, amúgy igen, kapni, hogy éppen az aktuális elakadásaimban, hogy éppen hol tartok az életben, és most ezt kéne meglépni, most abba az irányba kéne menni, és akkor ilyenkor belül így jön az információ megszólalotta, amire én vágyok, hogy mindig szeretném felvenni a kapcsolatot Istennel, és ez, ez, ez például erre is egy lehetséges, lehetséges út, hogy olyankor tudunk kapcsolódni a bölcsebb énünkkel, el, mint ahogy mondtam, és hogy az egónk ilyenkor háttérbe szorult, uh -huh. és az isteni rész kerül előtérben. Úgyhogy igen, meditációval érdemes kombinálni, amúgy van, aki a nélkül csinálja, tehát szerintem a sportolók nem, fog, nem meditálnak ilyenkor, csak az izmuk miatt csinálja, vagy az izületek miatt, mert az is állódik gyorsabban. Meg lehet a sportal is vegyíteni, tehát most így rengetegféle. Most futni például, úgyhogy fürdögatjába, Kijövök a vízből, mi kocogunk, visszamelegítjük magunkat, de van, úgyhogy csak simán kimegyünk. álljunk meg egy pillanatra. De, de ben voltatok, hogy bent voltál a, a, a jeges, hideg vízben, kijössz, de nem, tör, nem megtörülköző, hanem el, és elkezdesz futni? Vagy ez most, most <coughs> hogy értsem? Aha, én azt észre, nem hogy... az, hogy gyorsan felveszem meleg cuccot, hogy meleg egy gyorsan, hanem no, más az, csinálsz. Ez nem is olyan jó, mondjuk, hogy az ember pár percre van, akkor játszhatja azt, hogy felveszi a ruhát. De olyankor sokkal lassabban melegszik vissza az ember, hogyha ruhát vesz föl. És ahogy fölveszi a ruhát, érzékeli a test, hogy a hamusú van rajta melegbe vagyok, akkor most majd kívülről várom a meleget. Uh -huh. És ez is egy gyönyörű szimbolikák, szimbolikák vannak ebben a sportban, mint az, hogy most a boldogságot kívülről várjuk, vagy belülről csináljuk. És mint minden itt is, akkor nagyobb a siker, hogyha belülről teremtjük uh -huh. meg, és nem a külső világból akarjuk ezt bevenni, a meleget is hogyha egy, egy ilyen, akár egy 5-10 perces mártózás után fölöltözünk, és várjuk, hogy majd akkor majd történik a csoda, vagy bemegyünk egy meleg helyre, vagy belőszünk a kocsiba, akkor ilyen két-három óráig is elhúzódhat akár egy a remegéses fázis, uh -huh. hogy e, mire visszamelegszünk. Viszont, hogyha ilyenkor nem ruhát húzunk, hanem hagyjuk szabadon a bőrünket, te meg se törölközünk? Én még meg se törölközök, mert azt is érzem, hogy akkor van egy védőréteg, tehát érzi a test, hogy itt most nagyon nagy para van, vészüzembe kapcsol a test, és nagyon durván elkezdi magát fűteni, fűteni és dolgozni, és égnek a kalóriák, tehát itt sok se a kalóriának, mint hogyha. Miért ez még fogyásra is jó? Ó, nagyon. Még ho -ho, ugye... ho, hát itt most szerintem nagyon sok néző fölkapta a fejét a fogyás miatt. Aha, tehát, tehát kőkem. Sok, igen, sokkal. mert hiszen azt az üzemanyag, tehát az valahonnan ki kell venni azt az energiát, amiből fűt a test, ugye? Igen, és az rengeteg energiát kerül a testnek a fűtés, tehát le is lehet érezni, hogy úgy vele utána szíve olyan, olyan erős a vérekelingés, mint hogyha nem tudom, futottunk volna egy fél órát, egy órát, egy nem tudom, 10 perces ilyen kis változástól, hogy az egy komoly, komoly, sport is a testnek. Aha. És akkor kívül van ez a, ez amit érzek, meg érez a test is, hogy most itt vizes a test, para van, és addig fűti magát, és nem törölközök meg, elkezdek kocogni, futni, és akkor a sport által elkezdek hűt termelni, Mellesleg, hát amellett, hogy még jobban fogy az ember, és meg az, hogy erősíti, tehát az állóképességet is ad, és ez hiányozott is nekem először, csak elkezdtem merülni, nem sportoltam még, és éreztem, hogy hiányzik a sport az életemből, így éreztem, hogy oké, ez tök jó, meg éreztem, hogy jó tesz a lelkemnek, a testemnek is, de úgy hiányzik az állóképesség. És akkor valaki, volt egy ilyen felhívás, az is Facebookon meg van, de erre nagyon nagy közössége van már, egyre, egyre nő ez a közösség, a hidegterápiás közösség, van egy hidegvíztörzs, ahol én kezdtem, azt csináltam én is egy oldalt, egy hidegterápiás oldalt, onda is teszek ki eseményeket, és ilyen tök jó kis ö, csapat áll össze, és jön össze kovácsolódik, most lesz egy ilyen, egy ilyen tábor, ezeknek a hidegvízes arcoknak. Ö, so, mit akartam mondani, hogy ö, ami, igen, igen, az egyik srác aki szeret futni, hogy, hogy fussunk így fürdőn a ránkba. és akkor milyen jó, kipróbáltam, és láttam, hogy baromira jó, és akkor futásra melegedek vissza ilyenkor, összekapcsolom a kettőt, és utána kezdem érezni, hogy visszajön a meleg a testembe, a végtagokból. De ez a futás közben érzed már? Te elkezdesz futni, aha. és egyszer csak jön az érzés, amiről most beszélsz. Igen, hát például itt, amikor ment voltam, nem tudom, már fél órát, mert azért már, már több időt vagyok, mint egy, mint egy kezdő, és akkor utána egy ilyen 3-4 km után, de nyilván itt nem fél órát van bent, hanem csak 10 percet, én azt vettem észre, hogy nagyjából ahány percet vagyok a vízben, annyit kell futni. Tehát egy 10 perces merülésnél 10 perc futás, egy fél órás, nem meg fél óra, ami így visszamelegíti a testet. És akkor érződik, hogy jön belül a meleg, végig áramlik a, a testbe, milyenkor hideg a vér már a szervezetben, az érzés is az ember, meg már, akkor már a hideg, és ezt vissza kell fűteni, és akkor szép lassan melegíti a test, és elkezd a tervben áramolni a meleg vér, egyre több lesz a meleg, és először úgy csak a belső szerveknél lesz a meleg a vér, és utána megy ki a végtakokba. az a legutolsó, az kevésbé fontos. Tehát először a végtagok fagyjanak el, mert az ember még tud élni, hogyha szív elfogyott, már nagy gond lesz, vagy a máj, vagy bármi fontos szerv. És akkor a legvége a visszamelegedésnek az, amikor már a kéz ujjainkon, meg a lábújjainkon is érzik, hogy már meleg is, már, uh -huh. már bizsereg, mint a szaunában is, hogy már, már, tűk uh -huh. És ezt, ezt meg lehet tapasztalni helyett a futással is ami mondom, sokkal jobban, amikor nem kívülről várjuk a, a meleget, hanem mi magunk melegítjük magunkat vissza, úgyhogy gyakorlatilag még akár a szaunára is úgymond, úgy mond, nincs szüksége az embernek, tehát amikor ezt így kitalálta, még a jó Isten is összerakott, akkor föl, úgy rakt össze, hogy képes akár tényleg kivenni a, akár az Antarktis, tehát tök hideg, teles helyeken is képes kimenni ruha nélkül, nem fog megfagyni, edzéssel vissza tud melegíteni, Viszont, Csak megvannak a módszerek erre. Megvannak a módszerek, meg ez is egy edzés, ez nem azt jelenti, hogy egész nap a hidegben vagyunk, és sose öltözünk föl, hanem ugyanúgy, mint a futás, az is egy tök jó sport, de azt is az ember fél órát fut naponta, vagy egy órát, de utána meg napközben meg nem mindenhova a futó lépésben megy a WC-re, hanem ott már sétál, és ott is vannak a terápiás részek, edzünk, aztán visszamelegítünk, és, és kitolja mindent a rengeteg egészséges dolgot. Tehát akkor, ha jól értem győző, akkor te nagyon sokat kaptál ettől testileg, lelkileg, mindenféle szempontból a hidegterápiától. Igen, nagyon sokat kaptam, testileg, lelkileg, meg közösség. Tehát, hogy új emberekkel ismerkedtem meg. Ö, győző, ha valaki szeretne ezzel most ismerkedni, a videó alapján most felkeltődött az érdeklődése, fordulhat-e hozzád, hogyha segítségre van szüksége? Hogy induljon el? Mit csináljon? Mit olvasson? Mit nézegessen? Ö, Tudom, hogy nagyon-nagyon elfoglalt ember vagy, de a, a videó leírásban majd tudunk olyan uh, információkat megadni a nézők számára, amiben hitelesen tud majd uh, informálódni? Na persze, szívesen elfoglalt ember vagyok, viszont nekem ez most fontos, idegterápia, emiatt szánok rá időt az életemből, hogy szívesen segítek neki is, meg tudok uh, szakirodalmat is mutatni neki, meg olyan csoportokba is el tudom irányítani, ahol mások is segítenek. Meg hol én is ott vagyok, és minden héten van ilyen közös merülés, oda is el tud jönni velünk. Kezdőnek megmutatjuk, mit kell csinálni, és közösen tudunk menni így hideg vízbe merülni. Szuper, nagyon jó. Ez egy remek végszó volt, úgyhogy kedves nézőink, köszönjük szépen a figyelmeteket. Én meg köszönöm győző, hogy, hogy fogadtál itt a rentába, és köszönöm ezt a sok értékes információt. Hamarosan visszajövünk, sziasztok! Sziasztok!